Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tolnavár megyei vadásztársadalom. Több mint 3,5 millió forint értékű orvosi eszközöket adományoztak a kórháznak. Városdíszítés. Stekli Zsuzsa tűzzománc montásai díszítik a körforgalmat Bonyhádon. Palacsinta Fesztivál. Közel 1000 darabot sütöttek Kétyen. Varoda. Munkahelyteremtés Dombóváron. Szekszárdra látogatott Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminisztert az új paksi atomerőmű blokkok építéséről kérdeztük. Úgy állunk Pakson, hogy 5 méterig megtörtént a talajkitermelés, ez azt jelenti, hogy 1,5 millió köbméter földet sikerült megmozgatni. Most arra van szükség, hogy 75 ezer talajfuratot helyezzünk el a földben, amely megszilárdítja a talajt az atomerőmű megépítéséhez. Ebből a 75 ezerből most olyan 17 ezer már lent van a földben, tehát én azt gondolom, hogy tartható az a menetrend, hogy az év végéig az első beton kiöntésére sor fog kerülni. Megkaptuk az engedélyt a 23 méterig történő mélységig történő talajkitermelésre. Kész vagyunk a résfallal, ami gyakorlatilag 40 futballpályányi területet kellett egy ilyen 20-25 méter mély és 1 méter vastag betonfallal körbevenni. Ezzel megvagyunk. A Szijjártó Péterrel készült beszélgetést ma 21 óra 30 perckor láthatják a Tolnatáj Televízióban. Összefogás, gyermekek gyógyítása, vadászat és a természet szeretete, ami közös, az évről évre egyre több embert megmozgató országos jótékonysági vadászaton. A Tolnavár megyei Balassa János Kórház gyermekosztálya több mint 3,5 millió forint értékű adományt kapott. Az országos jótékonysági vadászaton Tolnavár megyében több mint 100 vadász vett részt 3 különböző helyszínen. Tolnavár megyei vadászok 2023-as esztendőben is kivették a részüket ebből az országos jótékonysági kezdeményezésből, miszerint jótékonysági vadászat keretében támogatást gyűjtünk, és ezekből a támogatásokból hiánypótló orvosi eszközöket vásárolunk a szekszárdi kórház gyermekosztálya számára. Amióta Zsiko Zoltán, a Tolnavár megyei önkormányzat alelnöke is az ügy mellé állt, évről évre jobb számadatokat produkál a vármegye. Dr. Varga Imre elmondta, hogy pontosan mire fordították az adományt. Az idei évben is közel 3,5 millió forint körüli támogatási összeget kaptunk a vadásztársaságnak az adományozásából, amiből beleszerzésre került egy olyan gyümölcscukor és laktózcukor érzékenységre nek a vizsgálatára alkalmas eszköz, ami egy teljesen új, innovatív és gyorsabb vizsgálati lehetőséget biztosít. Mindemellett a gyermekszívgyógyászati szakterületünkön is két olyan innovatív eszközt szereztünk be, amivel egy 24 órás vérnyomásmérő mérési lehetőséget tudunk biztosítani, illetve egy 24 órás EKG monitorizálási lehetőséget tudunk a betegek számára biztosítani, és a keretből végezetül pedig beszerzésre került egy olyan videó laringoszkóp, ami ugye egy légútbiztosításhoz, emelt szintű légútbiztosításhoz, egy kamera rendszer segítségével könnyebben, praktikusabban és nem szakavatott kéz is nagyobb biztonsággal tudja ezeknek az ellátást igénylő újszülötteknek a légútbiztosítását biztosítani. Az újonnan vásárolt orvosi eszközökkel sokkal hatékonyabban, gyorsabban és biztosabban tudják gyógyítani a gyermekeket. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője beszédében úgy fogalmazott, hogy egy beteg gyermek is sok. Mi már többedik alkalommal szervezték meg Tolna megyében, vagy szerveztük meg a jótékonysági vadászatot, amelynek célja, elsődleges célja az egészségügy támogatása, azon belül is a gyermekosztálynak a támogatása. Én ezt azért tartom fontosnak, mert a vadászok ezzel a jótékonysági rendezvénnyel felhívják a egyéb civil szervezetek számára is azt a társadalmi felelősségvállalást, amit adott esetben más tevékenységgel párhuzamosan is lehet végezni. Ugye a vadászatnak az elsődleges célja a természetvédelem, a vadvédelem, illetve ez egy társas esemény, ahol összejönnek hasonlóan gondolkodó személyek,
és ez a fajta esemény kiegészül azzal, hogy egy vadászaton keresztül adományokat gyűjtünk, és ezek az adományok, ezek kézzelfogható, hasznos, adott esetben életet mentő, gyermekek életét mentő adományá válik. A 2023-as évben országszerte 51,2 millió forint gyűlt össze, 1000 vadász részvételével, valamint 300 adományozó jóvoltából. Igazi kuriózummal változtatták a Bonyhádi-Zrínyi körforgalmat, hiszen Stekli Zsuzsa tűzománc montázsai díszítik azt mostantól. A színes és illatos virágkoszorúval körülölelt 4 gránit táblában a város nevezetes épületei tekintetők meg. A Bonyhádi templomról, a Székely kapuról és a városházáról mintázott tűzománc képek teszik pünköst hétfőtől szebbé a Bonyhádi-Zrínyi körforgalmat. Ez azért is fontos történés a város életében, mert ezáltal újabb szimbólum vált a település részévé. Minden település igyekszik a körforgalmat egyedivé tenni a saját településére, városára legjellemzővé. Remélem, hogy ezek az alkotások Bonyhádra legalább olyan jellemzőek, mint egyéb más városoknak a sajátjaik, és ugye bonyhádiak is majd a sajátjuknak érzik. A felújítást, illetve ezt az egész beruházást egy Hungarikum pályázaton nyertük, és abból a forrásból valósítottuk meg. Stekli Zsuzsa több mint fél éve dolgozott a most kiállított alkotásokon, reméli, hogy mindenki tetszését elnyerik majd. Az pedig, hogy immáron a város második pontján maradnak fent a kezenyomát viselő művek, hatalmas elismerésként éli meg. Hát ez számomra fantasztikus érzés, mert hogy ez itt marad, mint a nyomorúság örökre, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez itt lehet, bonyhádiként. Én őslakos bonyhádi vagyok, és mint ilyen lokálpatrióta, és nagyon szeretem, hogy ott van a Perccel dombon a Kálvária képeim is, az is nagyon jó, már ott van 96 óta, és most meg egy következő, hát ez valami fantasztikus érzés, úgyhogy köszönöm a városnak. A zománc művest az év emberének is megválasztották egy internetes szavazáson, ezen sikert még nem is igazán tudta hová tenni, annyi azonban bizonyosan kijelenthető, hogy a most lelepezett kollázsok csak tovább erősítik renoméját. Számos a június 9-i választásokhoz kapcsolódó határidő jár le május 31-én. Ezen a napon 16 óráig nyújtatják be a választópolgárok az átjelentkezéssel, nemzetiségi és külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos kérelmeiket. Míg az EP választásra bármelyik magyarországi településre át lehet jelentkezni, és lehetséges a külképviseleti szavazás is, addig az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra a polgárok kizárólag a február 11-éig bejelentett tartózkodási helyükre jelentkezhetnek. Decsen is kaptak notebookot, szám szerint 21 darabot az általános iskolások, számolt be Heberling Tibor, a település polgármestere. A Magyarország kormánya által támogatott program a diákok digitális képességeinek fejlesztése érdekében jött létre. Az informatikai eszköz segítségével ösztönzi az iskola a gyerekeket a házi feladatok otthoni elektronikus elkészítésében, ezzel segítve a digitális világra való felkészítést. Első alkalommal rendeztek Palacsinta Fesztivált Kétyen. Az esemény ötletgazdái a helyi nyugdíjas érdekszövetség tagjai voltak. Az a lényeg, hogy most ehhez a gázhoz egy kicsit sűrűbb tészta, palacsinta tészta kell, kicsit tovább kell várni, mert különben nem lehet megfordítani, de ez így most tökéletesen jó. Gödrei Zoltán két polgármester elmondta, igyekeztek a programnak a lehető legjobb időpontot kiválasztani. Ahhoz, hogy ez tényleg egy ilyen, nevezzük így, fesztivál jellegű legyen, és a családoknak programokat tudjunk biztosítani, ezért légvárakat, meg ilyen mászóketrec játékot béreltünk, illetve délután jön Zombáról egy fogat, és akkor sétakocsikázásra is lesz lehetőség itt a települése. És ugye az egésznek az ötlete, ez a nyugdíjas klubtól jött, és az önkormányzat pedig, mint mindig, amikor ilyen klassz ötletek vannak, akkor teljes mellszélességgel hozzááll, és így most sikerült így ezt, amit itt látunk, megszervezni. Nyárai Sándorné, a nyugdíjas klub tagja, házilekvárral töltött palacsintát is kínálta megjelenteknek. Ez az első ilyen palacsinta fesztivál, úgy tudom, itt Kétyen, első alkalommal, de úgy látom, hogy folytatódni fog, mert nagyon nagy az érdeklődés a gyerekek körében, főleg a nutellás, a lekváros és a túros iránt. Virtanta Judit a szomszéd településről érkezett a családjával a finom palacsinta miatt. Főleg a gyerekeknek, úgyhogy nagyon finom volt, és nagyon változatos, nagyon sok ízben, nem is gondoltuk, hogy ennyibe lesz. Úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat.
A nutellás palacsintán kívül a lekváros volt a népszerű a gyerekek körében. Azért, mert van palacsinta és finom. Mennyit ettél eddig belőle? Kettőt, de még szeretnék hatot. A palacsinta fesztivál jó hangulatához a kedvező napos időjárás is hozzájárult. Mindenki ellenőrizze okmányai érvényességét, mivel az európai parlamenti és önkormányzati választáson voksolni kizárólag a választás napján érvényes iratokkal lehetséges, írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közleményében. A választópolgároknak érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kell igazolniuk személyazonosságukat, a lakcímüket, személyi azonosítójukat pedig a lakcímkártyával. A személyi igazolvány és a jogosítvány is az igényléstől számított 8 nap alatt készül el, ezért az új okmányt javasolt legkésőbb május 31-ig igényelni, hogy az biztosan átvehető legyen a választás előtt. Folytatódtak a küzdelmek a kínai Dalianban rendezett Nemzetközi Iskolai Sportszövetség labdarúgó világbajnokságán. Magyarországot a Tolnavár megyei szakképzési centrum iskoláinak diákjaiból álló válogatott képviseli. A tolnaiak a harmadik mérkőzésükön Szaúd-Arábia nemzeti 11-ével mérkőztek meg. Szoros 3-2-es vereséget szenvedtek. A negyedik találkozón Uganda ellen már nagyobb volt a különbség, az afrikaiak 7-3 arányban múlták felül a magyar alakulatot. Kubatov Gáborral, a Ferencváros labdarúgó csapatának elnökével közösen tekintette meg a Gárda legutóbbi Újpest elleni mérkőzését Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármestere jelöltje. Az örök rangadón a ferencvárosiak győztek 2-0 arányban. Az FTC idén 35. bajnoki címét szerezte meg. Berlinger Attila Facebook oldalán azt írta, sikeres mérkőzés volt, reméli, hogy a jövőben is eredményes lesz a csapat. A Varoda fejlesztésével új munkahelyek jönnek létre. Dombóvár város önkormányzata hosszú távú együttműködésbe kezdett a vállalkozóval, és támogatja a lehetőséget, amivel remélik, hogy a munkavállalók lakóhelyükhöz közelebb találnak munkalehetőséget. A Varroda jelenleg 23 varronőnek biztosít munkahelyet, amely létszámot folyamatosan bővítik. 2022-ben találkoztam először Vénem Péter úrra, amikor azzal a gondolattal keresett meg, hogy szeretne Dombóváron egy Varrodát alapítani, illetve szeretné, hogyha a dombovári hölgyek, akik már egyébként nála dolgoznak hőgyészen, ne kellene, hogy utazzanak nap, mint nap. Nyilván a megfelelő épület kiválasztása okozta a legnagyobb kihívást, de azt gondolom, hogy az idősek nappali ellátását bevittük a város központba, ez az épület felszabadult, és így nyilván egy szerencsés egybeesés mentén az épület hasznosítására is sor kerülhetett. Miután vállalkozó barát önkormányzat Dombóvár, és azt gondolom, hogy a családokról szól minden gondolatunk, ezért mindent megpróbáltunk elkövetni azért, hogy egy sikeres induló vállalkozást tudjunk támogatni, a dombári asszonyok és lányok pedig helyben tudjanak dolgozni. Wilhelm Péter elmondta, hogy a legjelentősebb megrendelői között vannak magyar vezető divatmárkák, egy dán díszpárna készítő vállalat és egy német divatruhagyártó cég is. Itt tudunk terjeszkedni és bővülni, és hát ennek most, hogy úgy mondjam, nagyon örülünk. A tervünk az az, hogy nagyobbaknak kell lennünk, tehát ki akarjuk bővíteni a Varrodát, ha lehet, akkor még saját termékkel is. Mi egy olyan Varroda vagyunk, akik mindent tudnak csinálni a tervezéstől, a modellezésig, a szabásig és a kivitelezésig, tehát a varrásig. És hát reménykedünk, hogy a konjunktúra javulni fog egy kicsit, és a magyar emberek több pénzt fognak költeni ruhára, és ezzel nekünk is több munkánk lesz. Tolna vármegyében a női munkavállalók számára nagyon kevés a lehetőség elhelyezkedni. Dombóvár város vezetése és a vállalkozó ezen kívánnak változtatni. Mutatjuk regionális híreinket. Ételek vadhúsból, népszerűsítő esemény és kóstoltatás Pécsen. Forgószél, 5 perc alatt nagy pusztítást végzett Somodoron. Klinika igazgató is indul a pécsi önkormányzati választásokon. Portrai beszélgetés a Pannon Magyarházban. Fogyasszunk több vadhúst. Ezt akarja elérni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai szervezete már 5 éve. Ezért rendeznek minden évben kóstoltatást Pécs belvárosában.
A szervezet elnöke azt mondja, a fogyasztási számok javultak, de tovább kell népszerűsíteni ezt az egészséges húsfajtát Baranyában. Vadászkürtösök a Pécsi Kossuth téren a vadhúst népszerűsítették a Baranyai vármegyeszékhelyen szerdán. Pécsen szükség lenne egy étteremre, ahol vadhúsokból készülnének az ételek, mondja a belváros képviselőjelöltje. A magyar gasztronómiához hozzátartozik a vadhús. A vadhús teljesen kiment az étkezési rendszerből, közben nagyon egészséges. Ezt azért tegyük hozzá, és a másik, hogy ennek a kultúrának, ami hiányzik, nincsen jele egy ekkora nagy városban. Pedig turisztikai szempontból is színesítené Pécs kínálatát egy ilyen lehetőség, véli a képviselőjelölt. A polgári oldal polgármester jelöltje szerint a mindennapok étkezésében is időnként helyet kaphatna a vadhús. Ezért is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy hát kiegészítő jelleggel, de azért a városban élők asztalára is, családi asztalokra időről időre kerüljön oda a vadhúsból készült étel, mert egyrészt nagyon tápláló, egészséges, másrészt pedig valóban olyan különleges ízvilággal rendelkezik, hogy a magyar gasztronómia, konyhakultúra az méltán lehet büszke akár egy szarvaspörköltre, vagy egy vaddisznóból készült sültre is. Ezekhez az ételekhez pedig jó minőségű alapanyagot biztosít Baranya. Azonban jelenleg ennek csak kis mennyisége marad itt helyben, mondja a vármegyei önkormányzat elnöke. Baranya az országnak vadakban, vadállományban gazdag vidéke. Ez egy nagy lehetőséget is jelent Baranyának, és meggyőződésem, hogy még nem használjuk ki igazán az ebben rejlő lehetőségeket, hiszen a vadhús jelentős része az nem itt Baranyában, nem a nagyvárosban, Pécsett és a városokban kerül elfogyasztásra, hanem az ország más részein és külföldön kerül értékesítésre. Ezt ismerte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai szervezete. Ezért kezdtek évekkel ezelőtt vadhús népszerűsítő kampányba. Azt láttuk, hogy miért ezt nem kezdtük, a megyi vadászati nagyhatalom, ilyen 95% elhagyta a vadhús Baranya, és amióta azért ebben a promócióban kezdtünk, most ott tartunk, hogy ilyen 80-85% adja csak el, azért 10% az egy jelentős emelkedés, ha azt megnézzük, hogy 5 éve tart az a vadhús promóció. Egy évben kétszer szoktuk vadhús promóciót tartani, egyszer ilyenkor a Kossuth téren, ez egy kicsit ilyen kulturált formában, dobozokban előre elkészített vadpörkölt, a mai nap egy kicsit fölturboztuk. Ugyanis vadhúsból készült kolbászt is kínáltak az érdeklődőknek, valamint kemencében sült szarvast kóstolhattak még a kilátogatók a dobozokban kapott vaddisznópörkölt mellett. Egyébként Baranyában 12 ezer gímszarvast, 30-40 ezer vaddisznót ejtenek el évente. Hatalmas erejű vihar csapott le kedden a késő délutáni órákban a Somogy vármegyei Somodorra. Bár a forgó széllel érkező zivatar alig 10 percig tartott, a településen számos háztetőt, autót megrongált és sorra dőltek ki hatalmas fák is. A villanyvezetékeket sem kímélte, így jó néhány háztartásban még szerdán sem volt áram. A vihar ugyancsak pár percig tartott, a pusztítás azonban annál nagyobb volt, amit hagyott maga után. Az önkormányzat rögtön megkezdte a károk felmérését. A sportköltöző a hivatal épületébe a falugonnoki garázsnak a tetejéről elvitte az összes palát, falugonnoki kocsi is megsérült, a szomszédoknál a német háznak a háztetejét leszette, fölött elővőni meg a mellékhelyiségeknek a tetejét, tehát látszik, hogy egy ilyen 20-30 méteres sávba vonult át ez a vihar. A település egészen maradt kedden este áram nélkül, szerdán azonban az áramszolgáltató szakemberei megkezdték a helyreállítást. Igaz, a villanyoszlopok cseréje még 2-3 napig eltarthat. A helyieket megijesztette a vihar, ez az asszony sírva meséli a történteket. Porral jött, és akkor lett egy ilyen forgó, akár, tehát szerintem ilyen kisebb tornádó volt, vagy nem tudom. Én ezt katasztrófa filmekben láttam eddig csak. A Petőfi utca 100 méteres szakaszán minden villanyoszlop kidőlt, és olyan ingatlan is akadt, ahol csak nem 100 éves fenyőket csavart ki gyökerestől a szél. Tetőt megkászta, az összes fenyőfart kiborogott. Áram van a házban? Nincs. De úgy néz ki, hogy két napig nem is lesz. Még szerencsé, hogy a bátyám a szomszéd községben lakik, kártyatőgépet adtuk vinni.
Az anyagi kár jelentős a településen, ahol átvonult a vihar, szinte minden házban kisebb-nagyobb károkat okozott. Ezek felmérése jelenleg is tart. A település vezetője szerint azoknál a családoknál, ahol nincs biztosítás, az önkormányzat próbál saját anyagi lehetőségei függvényében segíteni. Ciráki Attila, klinika igazgató, kardiológus is indul a pécsi önkormányzati választásokon. A Határokon túli Magyarságért Alapítvány elnöke Bokor Béla portrébeszélgetése sorozatának legutóbbi vendége a szívgyógyász volt. Életéről, terveiről, tenni akarásáról tett tanúbizonyságot a doktor, aki önkormányzati képviselőként méretteti meg magát június 9-én. Nem csak a klasszikus kulturális szakembereket akarják bemutatni, hanem más szakterületekről, a történelem vagy a nem mindennapi életút, de akár a tudomány a közéletvilágából is szívesen hívnak vendégeket egy kötetlen beszélgetésre a Határon túli Magyarságért Alapítvány vezetői, mondta dr. Bokor Béla elnök, aki egyben a beszélgetéseket is vezeti. Az indítás alapja is az volt, hogy határon túli kapcsolódások, szülők, rokonság, itt a mai vendégünk esetében is, a professzor úr esetében is, Trianon után a nagyapa áttelepült ide, és ilyen típusú élmények, érzelmi és tapasztalati világ miatt is kicsit figyeltük az ő tevékenységét, és hát sikerült meggyőzni. Legutóbb dr. Ciráki Attila klinikai igazgató, kardiológus volt a vendég, aki önkormányzati képviselőjelöltként indul a pécsi választásokon június 9-én. Közéleti tevékenysége már 2017-ben elkezdődött, amikor egy egészségnapot rendezett Pécsen a Kossuth téren, ahol több ezer ember vett részt. Ezen kívül több aktív megnyilvánulása is volt a professzornak. Amikor Pécs kulturális Európa kulturális fővárosa volt, akkor pedig egy nemzetközi szimpóziumot szerveztem a program részeként, illetve részt vettem a nagy bevásárló központoknál létesített automata defibrillátoroknak a beüzemelésében, betanításában. Ezt már évekkel ezelőtt ezeket én elvégeztem, csináltam. Önkormányzati képviselőként a szívgyógyászati klinika rekonstrukciós tervét szeretné megvalósítani egy kis bővítéssel. Ez azonban nem csak a szívgyógyászati klinikát érinti, mert ugye a 400-es klinikáról ezáltal terület nyílik több klinikára, egész pontosan 5 klinikára, tehát magyarul, ha ez megvalósul, ez a szívgyógyászati klinika bővítési terve, akkor egy sokkal szellősebb, egy európai színvonalú ellátást tud adni a pécsi polgároknak, arról nem is beszélve, hogy a legkorszerűbb műszerekkel. Ugyancsak szeretném az oktatás az érte, hiszen több mint 35 éve oktatok az egyetemen. Az oktatásban én úgy gondolom, hogy nagyobb szerepet kell vállalni az egyetemnek, hiszen sajnos a pécsi középiskolák nincsenek benne a legjobb középiskolák között, és azt gondolom, hogy ezáltal talán jobb helyhez, jobb lehetőséghez jutnának az egyetemi felvételi kapcsán a pécsi diákok. Ugye természetesen, mivel én ebbe a körzetbe élek, ahol most, akikkel most szeretnék segíteni, tudom, hogy ott is sok a szegény ember, ezért én úgy gondolom, hogy létrehoznék egy olyan alapot, egy olyan lehetőséget, amiben én befizetném az én tiszteletdíjamat, és ezáltal utána egy megfelelő bizottság, amiben én nem veszek részt, pedig elosztaná a kérelmek alapján. Nyilván, hogy nagy szükség van a városnak egy sport, rekreációra lehetőséget adó végre egy uszodára, vagy egy ilyen létesítményre, amely most már átív a különböző városi önkormányzatokon átívelően mindig csak terv, és nagyon sokszor megtárgyalták, de attól még a pécsi emberek nem tudnak ott úszni, és nem tudnak ott mozogni. Tehát ezt is szeretném képviselni. Most a szívgyógyász életéről, terveiről, tenni akarásáról tett tanúbizonyságot a hallgatóság előtt Pécsen, a Pannó Magyar Házban. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tolna vármegyei vadásztársadalom. Több mint 3,5 millió forint értékű orvosi eszközöket adományoztak a kórháznak. Városdíszítés. Stekli Zsuzsa tűzzománc montázsai díszítik a körforgalmat Bonyhádon. Palacsinta Fesztivál. Közel 1000 darabot sütöttek Kétyen. Varoda. Munkahelyteremtés Dombóváron. Pénteken is az ország egyes részein magas marad a légköri labilitás, amiért ezen a napon is számítani lehet szorványosan előforduló záporokra. Délelőtt előre láthatólag elsősorban az ország nyugati kétharmad részén lehetnek csapadékgócok.
A tartósabban borongós, középső tájakon várható a leghűvösebb idő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!